Gyerekkorom óta nagyon foglalkoztatott az, hogy hogy lehet az, hogy az én szülőfalomban mindenki tud egy történetről. Az is tud róla, aki mondjuk nem tudja, hogy az ő nagyszülei hogyan ismerkedtek meg. A saját nagyszüleiről nem tudna mondani egy történetet, de az, hogy mi történt szerinte a Kleinékkel, és hogy hogyan, azt mindenféleképpen. És ez egy nagyon megrázó és fölkavaró eset. A falu közvéleménye még mindig úgy gondolja, még mindig a Kleint vádolja ezzel a gyilkossággal. És még mindig úgy hiszik, hogy a holokauszt túlélő, onnan hazatérő fiatal Klein Viktor, aki egyébként egy ifjú szatócs volt és örökölte volna a falon a boltot, ő gyilkolta meg azt a lányt. Gyerekkoromban én elkezdtem kérdezősködni a nagymamámat, hogy hogy is történt ez, és mi igaz abból, hogy elcsábította volna ezt a lányt, és kifolyatta volna a vérét, és a szokásos borzalmas őrületek. És a nagymamám mindig csak annyit válaszolt, hogy a Klein nagyon rendes ember volt, és egészen biztos, hogy semmi köze a gyilkossághoz. Utána jártam, és valóban semmi köze nem volt hozzá. Bizonyítható, hogy ártatlan. Ennek ellenére ez a szegény Klein Viktor 1960-ban megpróbált visszaköltözni a faluba. Egy estét bírt otthon elviselni. Hisztérikus állapotba került a falu. Attól a pillanattól kezdve nem lehetett kimenni az utcára. És a nagymamám emlékei szerint ez a bizonyos Klein szatócs boltja volt az egyetlen bolttal a szegények kaptak hitelre, bármit is. Ezt az embert nem védték meg, és ezt az ember, mikor visszajött, akkor kapta ezt még pluszban, és még egyszer mondom, ezek után még egyszer szeretett volna hazaköltözni. És amikor én a pletykanyú után kitagadott lettem, akkor írtam meg az első dolgozatomat róla. Az volt a cím, hogy barátom Klein Viktor. És utána elkezdtem foglalkozni az esetével. A Kennedyék forgattak erről egy filmet. A Filmmúzeum annak idején csinált még dokumentumfilmeket, és a Kunmadaras és a Szegvári esetet feldolgozták. A Pelle megírt is erről egy könyvet, az utolsó vérvágperek Magyarországon. De az esetben még egyszer mondom, az az igazán megrázó, hogy ez a gyűlölet, meg ez az emlék, ez a közösségi tudatban továbbra is ott van. Tehát amikor a Kennedyék forgatták a filmet, akkor a Szegvári tanító mutogatott képeket, rajzokat, amit a gyerekek rajzoltak az első rajzórán. Rajzolhatták a nyári élményüket, vagy amit akartak. És megrajzolták a csapóajtót, ahol a néphit szerint a Klein elrejtette a lányt, akinek egy hét múlva lett volna az esküvője, a szűzlányt, akinek kifolyatta a vérét. Ezt rajzolták a gyerekek. Még minimális esély most is van rá, hogy valahol Izraelben él, mert nyilván az eset után kiköltözött. Hátha, vagy legalább egy leszármazottja, és ha él és fölismeri a történetből, akár a családja, akár ő maga önmagát, akkor csak annyit mondanék neki, hogy ne haragudjon.